Köszöntök mindenkit, én Liszmél Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból. Tehát akkor a mai előadónk Tóth Éva lesz, aki a BMSC Petrik Lajos szakgimnáziumba tanít, és a tavalyi digitális témahét innovatív pedagógus díj nyertese, úgyhogy egy kicsit a projektjéről fog nekünk ma beszélni. Előadásának címe, így terveztem sikeres projektet a digitális témahétre. Én át is adnám neki a szót, köszönöm. Sziasztok! Először is engedélyt szeretnék kérni a tegezésre, nagyon jó, remekül hall a hajni, szuper. A képet csak az elején osztanám meg, utána megfosztalak titeket ettől a látványtól, így este 7 órakor, mert hogy biztosan jól működjön a PPT. Köszönöm szépen Zsuzsának a felvezetését, illetve ezt a megtiszteltetés, hogy bemutathatom nektek a tavalyi projektünket, amit a Petrik Lajos kétanyelvű gimnáziumban készítettem a tavalyi évben. Aki ismer, az már tudja, hogy az idei lesz a negyedik témahetem, és abban a különleges helyzetben vagyok, hogy mindegyik témahetet másfajta iskolában csináltam. Úgyhogy szeretném azt hinni, hogy én vagyok erre arra a példa, hogy valóban a témahét iskolatípustól függetlenül mindenhol működik. Akkor el is veszem a kamera megosztást, hogy meg tudjam nektek mutatni. Úgy terveztem a mai alkalmat, hogy részletesen megmutatom nektek a tavalyi projektünket. Lesz olyan rész, amikor picit átlépek képernyő megosztásra, mert videókat is szeretnék mutatni, és azok nem feltétlenül indulnak el. És közben is kérdezzetek nyugodtan, ha van esetleg valami, ami felmerül, de a végén akkor reméljük marad egy kis idő, és tudunk beszélni, hogyha esetleg van valami kérdésetek. A tavalyi projektünknek a címe az az volt, hogy Be Digitally Aware, és egy 3 napos projektről van szó. A projektet 13 és 14. évfolyamos technikus diákokkal készítettem. Ez azért is fontos, mert egyrészt ugye a szakképzés sikerült bevonni, másrészt pedig ugye gondolom a tapasztalatból ti is tudjátok, hogy érettségi utániakkal sem mindig egyszerű a helyzet, hiszen ők már tele vannak negatív tapasztalattal az oktatást illetően. Még tanulnak, de már nem nagyon akarnak ott lenni az iskolába, de szeretnének egy szakmát szerezni. Viszont nem sokára ugye kirepülnek az iskola világából, be az egészen a munka világába, és sokszor ugye egy ilyen űrtátong az oktatás és a való élet között. Ezért szerettem volna egy olyan projektet készíteni, amiben sikerül a szakma és az elméleti tantárgyakat ötvözni, illetve ezt a hidat megteremteni a valós élet, a munkavilága és az oktatás között. Ezen belül én informatikusokat tanítok, szoftverfejlesztőket, és éppen ezért a projekt témájának a leggyakoribb technológiával kapcsolatos előítéletek, tévhitek voltak, ezeket esetleg megcáfolni. Hát 28 tanórára terveztem ezt a projektet, aminek tehát ez volt a témája, hogy a technológiával kapcsolatos előítéletekkel foglalkoztunk. Innen is jött ugye a címe, hogy legyünk digitálisan öntudatosak. A projektünket dokumentáltuk többféle helyen is, az iskolánknak a weboldalán, Facebook oldalán, hiszen ugye a diákok állandóan jelen vannak, illetve az itt látható színbalon. Én az összes e-twinning és egyéb projektemet is a színbalon dokumentálom. Szerintem ez a legegyszerűbb eszköz arra, hogy mindenféle feladatot összegyűjtsünk a gyerekeknek. Korábban tanítottam szakiskolában is, ott kifejezetten hasznosnak bizonyult, hogy csak egyetlen egy weboldal címet kellett a diákoknak tökéletesen leírni, és utána már öröm látni, ahogy rutinszerűen megnyitják és kérdezik, hogy akkor ma hanyas csempe a feladat. Nem tudom, mennyire látszik a képen, de ugye már lehet ilyen csempe csoportokat is összehozni. Én például a témahét során azt csináltam, hogy egy-egy csoportokba eszközöket ajánlottam a diákoknak, hogy például szófelhőket mivel készíthetnek. Nagyon praktikus, hiszen azt mondjuk, hogy mondjuk az első nap, itt mondjuk a képen ez is látszik, egy nap
az egy sor, tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy akkor most jön az első sor, harmadik csempéje lesz a feladat, de hát ezt már többen ismeritek, nem szeretnék erről többet mesélni, mindenképpen praktikus, nagyon jó használni. Most már ugye van kibővítve, az Ágota beszélt erről, hogy ilyen tanulási útvonalak is lehet létrehozni, illetve én tanárként, ha hallok valami nagyon jó eszközt, van egy külön színvaló falam, amire csak ezeket az eszközöket gyűjtöm, amit majd egyszer, hogyha nagyon sok időm lesz, akkor ki fogok próbálni. De mindegyik projektemnek van egy színvaló oldala. A projekt megkezdése előtt ötletbőrzét tartottunk a diákokkal. Ez nagyon fontos volt, hogy egyrészt elmondhassuk azt, hogy felelősséget vállalnak a döntéseikért, hiszen itt látjátok alul egy linóban, megkérdeztem tőlük, hogy milyen témák azok, amit ők szívesen szeretnének foglalkozni, és utána itt a szürkében látjátok, ezzel a dotstorming elnevezésű eszközzel posztoltuk ezeket az ötleteket, és itt a dotstormingba szavazni is lehet, ki lehet adni, hogy hány szavazatot adhasson le egy-egy user, és az itt négy legtöbb szavazatot gyűjtött téma volt az, ami végül a weboldalaknak adta a témáját. Szintén a témahét megkezdés előtt reklámanyagokat készítettünk. Például itt láthatjátok ezt az iszonyatosan végsütit. Ez a Break Rhino On User készült, de hogyha szeretnétek, ugye a Fotofania is egy nagyon jó eszköz erre, vagy hogyha gifeket, illetve nem tudom mennyire, remélem, hogy ebbe a gyönyörű twitteres középpontú képben mozognak nektek is a szavak. Ez a Toll Tweets elnevezésű eszközzel készült. Itt például Google prezentációkból tudtok ilyen nagyon szuper gifeket készíteni. Igen, mozognak. Tehát látjátok az első sor a Toll Tweets, ezt összekötöd a Google accountoddal, Kati a Toll Tweets az az első, igen, itt van a legelső a felsorolásban, tehát amikor bejelentkezel, egyből összekötöd a Google-ös accountoddal, bármiből csinálhatsz ilyen gifeket. Én magam is ezt egy előadáson láttam, és végig ezen gondolkoztam, hogy ezt vajon hogy csinálta az előadó, semmi más nem érdekelt az előadáson. Úgyhogy inkább nektek elmondom, hogy tudjatok figyelni. Tehát, hogy ez ezzel készült, én nagyon szeretem, hiszen a legjobb kulcsszavakat bele lehet rakni, és valóban nagyon földob, akár mondjuk egy portfólió védésnél is föl tudja dobni a PPT-t, és ezeket le tudjátok menteni a számítógépre, meg tudjátok posztolni Facebookon, Twitteren, stb. Azért a neve Toll Tweets, mert automatikusan Twitterre akar utána posztolni, de jobb klikkel képmentése másként, tehát időzíteni lehet, úgyhogy tényleg szuper, el lehet vele szórakozni. Szintén, amíg mindig nem kezdtük el a projektet, készítettünk egy idővonalat. Nagyon fontos volt ezért nekem, ugye, hogy tudjam tervezni azt, hogy valóban milyen feladatok várnak ránk, illetve előzetes tudás megosztás, vagy előzetes tudás felmérés révén egy alap szókincsel is ugye fel tudjam ruházni a gyerekeket, hiszen ugye én alapvetően angol tanítok, és az egyik tantárgy az a szakmai, IT szakmai angol volt, amit bevontam ebbe a projektbe. Elérkezett a projektnek az első napja. Előbb elmondom, hogy mit csináltunk aznap, és talán megmutatom nektek részletesen. Az előzetes tudásfelmérést, azt még egyszer a GIF készítőt elmondom, tehát hogyha képes GIF-et szeretnétek, az nagyon egyszerűen GIF-i, de a Toll Tweets elnevezésű az, beírtam ide a chatbe, ami Google prezentációkból készít GIF-eket, tehát hogy bármit, bármilyen prezentációt GIF-ért tudok alakítani. Jó, tehát az előzetes tudásfelmérés Venn-diagrammal történt, ezt rögtön megmutatom, csoportot alkottunk, nagyon fontos, hogy csoportszelfi készült, kiosztották a diákok egymás közt a szerepeket, és megszervezték a munkát. Na nézzük, Venn-diagramok. Úgy terveztem, hogy a Venn-diagramok körbeöleljék a projektet, ezért a projekt elején a három bubiból kettőbe tettem fel kérdést. Az egyik az volt, hogy mi az, amit leginkább szeretsz a technológia világában, a másik pedig az, hogy mi az, ami legjobban feldühít, például milyen tévhitek vagy gondolatok, amik leginkább bántanak. Ezt kellett a projekt elején elkészíteni.
Alapvetően olyan eszközöket szeretnék nektek ajánlani, ami nem igényel diák regisztrációt, viszont ebben az esetben, hogy ugye be tudja a diák fejezni a projekt végén, a Canva, ami regisztrációt igényel, egy tökéletes eszköz volt erre. Gyerekek, ezt a két bubit kapták meg, hogy ezt töltsék ki, és a projekt végén pedig azt azzal kellett befejezniük, hogy milyen megoldásokat találtak erre a problémára. Ez volt az én mintám, amit megmutattam nekik, hiszen ugye meghallották ezt, hogy Venn diagram, ez nem mindig olyan egyértelmű, hogy mit is kérek, amikor erről van szó. És akkor szeretném megmutatni nektek, hogy milyenek születtek. Valóban nagyon szuperek, hogy például ugye az volt az első kérdés, az első bubi, tehát hogy mi az, amit legjobban szeret, és mi az, amit feldühít. Például ugye nagyon szeretnék a folyamatosan fejlődő technológia, nagyon szeretnek, nagyon érdekes, hogy jött visszajelzésként, hogy a megoldhatatlan problémák, azok óriási dolgok, amik nagyon szeretnek, nem szeretik, hogyha valami nem sikerül elsőre, az online bölcseket, az okoskodó fórumosokat, ez nagyon, nagyon vicces volt, illetve ez nagyon jó dolog, hogy előjött, hiszen ugye informatikusok lesznek, és az fognak találkozni valóban ilyen felhasználókkal, ilyen problémákkal, tehát hogy érdekes, hogy ez előjött, és ugye ez volt a cél, hogy majd a projekt során találnak-e valami megoldást erre a problémára. Katának tökéletes, Katinak akadozik a felvétel, akkor a vonat. Jó, menjünk tovább. Mit már említettem, megtörtént a csoportalkotás. Nagyon fontos volt, hogy úgy generáljuk ezeket a csoportokat, hogy ne ismerjék egymást. Alapvetően kettő osztály volt összevonva, és belőlük alakultak ki, és az első feladat az rendkívül fontos volt, egy közös selfit kellett készíteni. Már ez az első lépés volt, egy pici kollaboráció, interakció egy idegen csoportban, például, hogy eldöntsék azt, hogy mennyire jó háttér, vagy hogy sikerüljön az a selfie. A selfie-ket az itt látható Beecast nevű kollaborációs eszközön gyűjtöttük össze. A Beecast-ra, hogyha tanárként regisztrálsz, ott választhatsz, hogy mondjuk ötletbőrzét szeretnél tartani, vagy például egy selfie falat, és ez valóban, tehát valójában online megnyitva, nagyon izgi, és így mozognak ezek a csempék, és nagyon jól néz ki, nagyon látványos, főleg, ha mondjuk egy nagyobb mennyiségű képet akarsz elrendezni benne. Jó, tehát ez volt a Beecast eszköz, itt gyűjtöttük össze. Nagyon fontos volt, hogy mindenféle produktum, amit készítenek a diákok a projekt során, azt össze kellett gyűjteni, hiszen szoftverfejlesztők révén, miután megszülettek az egyes csapatoknak a témakörei, amit majd rögtön meg fogok mutatni, minden produktumot fel kellett tölteni egy saját honlapra, amiket ők készítettek angol és magyar nyelven. Kitétel volt az, és majd látjátok, ezt kaptok egy ellenőrző listát, hogy minek kell szerepelnie. Az első nap készítettünk szófelhőket, itt például látjátok az ilyen tipikus sztereotípiákkal és negatív dolgokkal kapcsolatos előítéleteket, mit jutnak az embereknek az eszébe, amikor azt mondjuk, hogy negatív oldala a dark side a technológiának. Szintén kellett készíteniük nekik gondolattérképet, például itt láthatjuk egyet a videójátékokról. Már említettem, minden produktum nagyon fontos szerepet játszott a végső weboldalaknak a kialakításában. Itt van még egy pár szuper szófelhő, ezek általában tagullal készültek, amik most már Word-alt a neve. A csapatok között az egyik tagnak mindig az volt a feladata, hogy ő szervezte meg a munkát. A Trello nevű applikációban ütemezték be. Ide tudták jegyzetelni azt, például, hogy milyen határidővel kell valamilyen feladatot elvégezni. Nagyon fontos volt, hiszen ez is a valós élethez köthető készség, hogy mindenre megadott időt adtam, mikorra kell vele elkészülnie. Ez ugye szintén a valós életből vett dolog, hogy valamit pontosan kell elvégezni. Erre a Trello tökéletes volt, és ahogy már mondtam, egy embernek csak ez volt a feladata, hogy ő felügyelte azt, hogy valóban a produktumok időben elkészüljenek, és erre a legátláthatóbb, a legegyszerűbb eszköz, ez valóban a Trello volt.
Mivel weboldalak készültek, nagyon fontos volt, hogy jogtiszta anyagokat használjanak a diákok. Ez minden iskolatípusban igazán fontos. Az enyémeknél talán még jobban, hiszen ők szakdolgozatot írnak a képzésük második felében, és nagyon fontos, hogy megismerkedjenek ezzel, hogy hogy lehet idézni, honnan lehet képet leszedni, hiszen valljuk be, nagyon sok esetben ugye az van, hogy beütjük a Google-be, a második találatot körülbelül fel is használják, és nem veszik figyelembe egész egyszerűen, hogy minthogyha fizikai tulajdont tulajdonítanának el, olyan a nem megfelelő attribútummal ellátott képeknek a használata is. Ezért mindig minden projekt elején a Creative Commons-zal megismertetem a diákokat, illetve ajánlok nekik weboldalakat, ahonnan például képeket vagy zenét tudnak leszedni. A képek az a Pixabay az én kedvencem, de természetesen ugye a Google-be is be tudjátok állítani, hogy csak Creative Commons licenssel rendelkező képeket adjon ki. A zenéket pedig én a Jamendo-t szoktam ajánlani, most már egy része fizetős, de még mindig lehet ott ingyen zenét találni. A diákok ezt sokszor nem szokták figyelembe venni, aztán amikor elmesélem, hogy például, hogyha a közösségi oldalra egy olyan videót töltenek fel, aminek nem megfelelő a zenéjének a licensze, mert hogy mondjuk az jogi lépéseket von maga után, és akkor mondjuk letiltják őt a Facebookról, akkor valóban a bőrén érzi ennek a következményét, komolyabb következményekről ne is beszéljünk. A diákok hozzászoknak ehhez is. Például nekem nagyon öröm, amikor meg szokták kérdezni, talán melyik az az oldal, ahonnan nem lopunk, tehát ez már nagyon örülök neki, mert akkor az azt jelenti, hogy van valami foganatja a dolognak, de nagyon fontos, hogy tényleg megismerkedjenek ezzel, hogy ez ugyanolyan, mint a fizikai tulajdonnak az eltulajdonítása. Tehát nagyon fontos, hogy jogtiszta anyagokat informatikusként, meg pláne, hogy ezt a mentalitást továbbadjuk. A projektemben nagyon fontos szerepe volt a Twitternek. Én, mint nagy Twitter fan, csodálkozva vettem azt észre, hogy a diákok nem használják. Ugye a közösségi média olyan minimálisan általában ugye Facebookra, illetve Instagramra korlátozódik, és nem használták a Twittert, és ugye mi tanár Magyarországon ez nem annyira elterjedt, pedig például tanárként iszonyatos lehetőség van a szakmai fejlődésre a Twitterben. Ezért az volt a mi tervünk, hogy minden nap egy Twitter csetet tartunk, ez a DTH Patrick hashtages kulcsszóval ellátva, és minden nap meg volt adva, hogy 2 órakor tartjuk, vártuk a résztvevőket, itt például a térképen láthatjátok, hogy Romániából, Horvátországból és Olaszországból is csatlakoztak hozzánk. Ha valakit érdekel, nagyon röviden megmutatom, hogy egy Twitter chat hogy működik. Így miközben ugye fut az újabb GIF, ami lehet gondolkozni, hogy hogy készül, de ti most már tudjátok, hogy tolt viccem. Tehát ugye valaki belép a Twitterre, ezt a területet látja, ott a pirossal be van karikázva, beírjátok azt a kulcsszót, és kiadja az összes tweetet abban a témában. Ha megfelelő időrendbe teszitek, akkor látjátok, hogy ki mit posztolt az adott kulcsszóban. Mi is ezt így csináltuk, elkezdtük használni ezt a DTH Patrick elnevezésű kulcsszót, és így meg tudtuk találni, hogy ki az, aki ezt a kulcsszót használta. Katának óriási piros pontot írjon a jegyzet mellé, mert hogy tudja, hogy a tolt Twitter készül. Jó? Tehát nagyon sok, tehát az alapvetően a Twitter chat az mindig egy adott kulcsszóra fog korlátozódni, és az a lényeg, hogy amit posztolsz Twitteren, abban az a kulcsszó megjelenjen, és akkor a te tweeted is meg fog ebben a folyamban jelenni. Nem tudom, itt a jelenlevők közül mennyire szeretik a Twittert. Van egy olyan eszköz, aminek az a neve, hogy TweetDeck. Itt lehet monitorozni. Itt például látjátok, hogy én figyelem a Twitch-et, illetve az Edge.eu-nak, amik egyébként azért ezt a kettőt mutatom nektek, mert ha Twittert el szeretnétek kezdeni, szakmailag nagyon szuper ez a két chat. Időről időre multinacionális mértékben, tehát valóban például az Edge.eu több nyelven is folyik ez a chat, mindig egy aktuális
oktatási témát beszélünk meg. Itt lehet a tweeteket egyébként időzíteni akár, vagy többfajta accountot is hozzáadni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy valahogy tudjuk követni, hogy hányan veszünk részt, és honnan. Erre egy Tweet Archiver elnevezésű Google kiegészítőt használtunk, ez a mai napig él, és én ezt figyelem. Itt tudtuk például követni azt, hogy látjátok, hogy ki milyen felhasználónévvel mit posztolt és mikor. Ez nagyon fontos volt, hogy lássuk, hogy tényleg hova jutott el a mi munkánknak az üzenete. A Twitter csetek során mindig olyan kérdéseket tettünk fel, amiből tudtunk építkezni utána a projekt alatt. Például megkérdeztük az ő online szokásaikat, a hozzáállást a számítógépes játékokhoz, hiszen például ez volt az egyik téma. Vagy például az online zaklatásról van-e tapasztalat. Nagyon érdekes visszajelzéseket kaptunk. És hogyha nem akarunk twittelni, ezt ide beszúrtam nektek, mert tudom, hogy tényleg nagyon sokak idegenkedünk a Twittertől, akkor egy jó alternatíva lehet a Twister. A Twister, itt lent láthatjátok, egy klasztúzos eszköz, nagyon sok eszköz elérhető itt, úgyhogy javaslom, hogy nézzétek meg az oldalt, valóban nagyon hasznos. A Twister, ahogy a neve is mutatja, hát nem igazi Twitter. A Twister olyan, mint hogyha híres emberek nevében posztolnánk, akár visszamehetünk a múltban is, és ha elég híres ember, például író, költők nevében is tudunk twittelni. Például én itt a mai napon tegyük fel, hogy Mark Zuckerberg azt mondja, hogy idén is milyen jó lesz a témahét és a DTH Petrik. Hát, hogyha nem szeretnétek, hogy a diákok Twitterre regisztráljanak, a Twister is nagyon izgalmas lehet, hogy mondjuk egy adott témában megkérdezzük a gyerekeket, hogy bizonyos híresség mit mondaná róla. Jó, még mindig a projektünk első napjában vagyunk, és egy nagyon fontos mérföldkő jön, a Patrick News. Edwinning iskola lévén nagyon fontosnak tartottunk, hogy a téma hétből se hagyjuk ki a partneriskoláinkat, ezért az az ötletünk támadt, hogy minden nap leforgatjuk a Patrick News-t angol és magyar nyelven. Szerencsére az iskola rendelkezik Greenbox technológiával, ennek köszönhetően, és a zseniális diákjaimnak köszönhetően valóban, én úgy gondolom, hogy nagyon profi híreket tudtunk készíteni. Itt szeretném nektek megmutatni az első adást, viszont a videó nem indul el, ezért két dolgot tudunk tenni. Egyrészt a chatablakba elküldöm nektek a linket, másrészt megállítom a megosztást, és megosztom helyette az én képernyőmet. Remélem most látjátok. Látnotok kellene az iskolánknak a weboldalát, és mivel tudom, hogy nem a legjobb minőségű, illetve nektek nincs is hangja, de hogyha később érdekel titeket, az elküldött linkben meg tudjátok nézni, meg is tudom nézni, mert válaszol valaki rá, szuper. Tehát minden nap egy-egy csapatból kellett vállalnia valakinek a bemondó szerepet. Ezért külön pontot kapott az a csapat, nagyon fontos volt a végső döntésben, és volt egy magyar és egy angol nyelvű bemondó. A szövegeket külön írtuk meg, bocsánat, együtt írtuk meg, és utána megbeszéltük, hogy akkor egyetértenek-e vele, mit tegyünk még bele, illetve abszolút improvizáltak. Hát a poént muszáj lelőnöm, mert nem tudom, milyen minőségben látjátok a videót, hogy az egyik srác Dávidnak jött egy ilyen ötlet, hogy szelfizzenek bemondás közben, és ez például végigkísérte mind a három napot, és volt valami szelfi. Rendkívül jól éreztük magunkat közben, itt látszik abszolút a profi vágás, elmondták az anyagot magyarul, és utána angolul, és iszonyatosan komolyan vették, és abszolút maguknak érezték ezt a feladatot, és ez volt talán aminek a legnagyobb sikere volt minden nap, hogy ezt kitegyék. Van egy nagyon tehetséges diákom, ő a nagyon szeret videót vágni, és ő készítette a videókat, és abszolút, tehát nagyon büszkén mondhatom, hogy tényleg csak ilyen mentor szerepet kellett játszanunk, és mindent megcsináltak maguk. Akkor most visszatérünk a prezentációra, elnézést az ugrálásért, de így tudom legegyszerűbben megosztani.
és akkor reméljük, hogy oda jön vissza, szuper. Na, tehát ez így telt az első napunk. Mint ahogy említettem, 3x7 tanóráról beszélünk, tehát az első napon ez a 7 óra ment le. Nagyon fontos volt azonban, hogy valami visszajelzést kérjek a diákoktól, hogy hogyan érezték magukat, ezt a végén meg fogom ezeket mutatni, minden nap egy kilépő cetlivel távoztak. A projekt második napja. Elérkeztünk a második naphoz, volt egy ilyen kérdésem, hogy mi lenne, ha, ezt majd rögtön mutatom, képregényeket kellett készíteni a diákoknak. Megosztottuk velük a weboldal tartalmi követelményeit, videót készítettek, 3-2-1 módszerrel egymásnak tanácsokat adtak, és megtartottuk a második Twitter csetet. Már említettem nektek, hogy egy ellenőrző listát kaptak a diákok, itt láthatjátok, ezt a Scribless nevű eszközzel készítettem, ezt megkapták, és látták, hogy mi az, aminek szerepelnie kell a weboldalon. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan eszköz, amit tantártól, iskolatípustól függően függetlenül használható, mint ahogy a többi is. Hiszen ugye egy mentális pipát odarak a gyerek, hogy igen, ez kész van, ez kész van, ez kész van. Nagyon fontos az elszámoltathatóságért is. Döntéseket kell hozni, ugye, hogy melyik produktummal ki foglalkozik, és ez is felelősséget kell ugye vállalni, hogy ezeket kell elkészíteni. Amint láthatjátok, a weboldalak elkészítésénél nagyon fontos volt a digitális tartalomgyártás. Tehát, hogy amellett, hogy az adatértelmezési készségeiket kellett használni, hiszen ugye online kutattak leginkább az adott témakörben, ők maguk is tartalmakat készítettek, és ez nagyon fontos volt. Ugyanakkor, mivel csoportba dolgoztak, kompromisszumokat is kellett kötni. Amit itt látok, tehát Scribless-ben megkapták az ellenőrző listát, és ahogy már mondtam, a második napon az egyik feladat az volt, hogy képregényt kellett készíteni, vagy a Pixton, vagy a Storyboard nevű alkalmazást használták ehhez, és itt az volt a feladat, hogy mi lenne, ha. Teljesen szabad kezet kaptak, egy olyan képregényt kellett csinálniuk, ami a saját témájukhoz kötődik. És abszolút, tehát a kreativitásuk volt csak a határ. Itt például bal oldalt láthatjátok, hogy mi történik, hogyha a szülő játékfüggő és nem a gyerek, vagy hogyha a technika, itt jobb oldalt látni, hogyha a technika nem fejlődött volna ki ennyire, akkor most hol tartanák az emberek. Tehát valóban nagyon jó weboldalak jöttek létre, bocsánat, képregények angol és magyar nyelven, és mind felkerült a weboldalra. Megtörtént a Patrick News-nak a második adása, most már ezt nem lépek rám, majd csak a végén, megint magyar és angol nyelven foglaltuk össze, minden nap kikerült a nap vége felé késő délután YouTube-ra az adás, és az iskola Facebook oldalán lehetett követni. A projekt zárása a harmadik nap. Hogy legyen tétje, az volt a feladat, hogy az elkészült weboldalakat egy szakmai zsűri előtt kellett bemutatni. Mielőtt a zsűrizésre sor került, fontos volt, hogy beszerettük volna vonni az iskola tanulóit, és ők szavazhattak a legjobb weboldal kategóriában, erre a Trisider nevű alkalmazás volt talán a legalkalmasabb. Megtörtént a zsűrizés, és utána értékelték a csoportmunkát, illetve a Venn-diagramot befejeztük. Itt láthatjátok a Trisider nevű alkalmazást, ezzel hívtuk meg a partneriskoláink tagjait, illetve iskoláknak a tanulóit is arra, hogy szavazzanak, és lehetett kommentet hagyni. Itt lehetett látni, hogy például a Fort Clystone elnevezésű csapat nyerte meg a legjobb weboldalt, ők lettek a közönségdíjasok, úgymond. A bemutatókat olyan szaktanárok előtt tartották a diákok, akik nem vettek részt a projektben azon a héten, tehát kvázi ismeretlen, és őket nem tanító tanárokról beszélhetünk. Óriási elánnal vetették be magukat a munkába, magyarul és angolul is kellett nekik prezentációt tartani. Meg kellett mutatni az elkészült weboldalakat, és 4 kategóriában hirdettünk győzteseket, lettek például Twitter királyok, lett egy legjobb csapat, legjobb angol weboldal, illetve a legjobb weboldal címért szálltak haza. Megtörtént a Patrick News-nak a harmadik adása, ahol szintén elmondtuk például, hogy a
melyik kategóriában melyik csapat nyert. A kész weboldalakat. A kész weboldalakat egy Thinglinkben gyűjtöttük össze, és ide linkeltük a diákoknak a munkáit. Remélem, hogy ezek a linkek, ezek nektek is működnek, de hogyha nem, akkor megint megosztanám a képernyőmet, és megmutatnám nektek, hogy például akik a legjobb weboldalt nyerték, azok hogy néznek ki. Tehát a nagyon fontos volt, ők például azért volt a nevük Sexy Boys, mert a sexting, tehát hogy az online szexuális jellegű közeledés, amit ugye nem a cyberbullyingnek az egyik fajtája, az volt a téma. Angol és magyar nyelven kellett elkészíteni a weboldalakat. Itt láthatjátok is, hogy ugye válthatunk magyar és angol nyelven. A munkáink alatt látjátok azt, hogy milyen videókat készítettek, például ők is csináltak egyet a sextingről, az, hogy miért, hogyan tudjuk kivédeni, hogyan figyeljünk erre. Itt készülnek a weboldalak, logók készítették, itt van az első képük. Nem csak az, amiatt, mert ennyire jó volt a weboldal, azért lettek ők a legjobb weboldal készítői, hanem mert egy úgynevezett easter egget is elrejtettek, nem tudom, mennyire vagytok játékosok, ugye az easter egg az a játékokban vagy egy utalás egy másik játékra, vagy valami elrejtett meglepetés, és itt például az volt, hogyha a diákok képére nyomok rá, akkor az ők ezt saját maguk találták ki, akkor itt lesz egy pici reflexió, és például nagyon jó, hogy ezeket abszolút, például élmény volt a srácokkal lenni, ami jövőben is együtt dolgozhatunk. A témának az elején nem örültem, de a projekt vége felé rájöttem, nem is olyan rossz, és hasznos volt erről írni. Hiszen hogy az életben sem mindig azzal foglalkozunk, az olyan feladatot kapunk a munkahelyen, aminek örülünk, de hát aztán tényleg sikerült abszolút ezt elsajátítaniuk. Visszajött, hogy fejlesztettem a tudásomat, nem is beszélve a projekt angol részéről, aminek segítségével az angol tudásomat is tudtam fejleszteni. Tetszett az a visszajelzés is, hogy mindig változatos volt, és ha például ez aranyos visszajelzés volt, hogy ha fele ennyire hasonló, egy rendes, hasonló vagy nagyobb méretű projekt, akkor már megérte a hangulatot, nem is említve. Nézem, látom. Igen, köszönöm Anikó kolléganőm visszajelzését. Tehát, hogy abszolút nagyon jól csináltak, és ugye a sextingnél pedig maga a téma jelenik meg magyar és angol nyelven. Tehát úgy gondolom, hogy abszolút kitettek magukért, és hozzátéve ők a szakmai évük első évében voltak, tehát hogy sikerült nekik már első évben ilyen színvonalú munkát létrehozni. Visszaugrok akkor a prezentációmra, de úgy gondoltam, hogy muszáj megmutatnom. Tehát a weboldalakat én ezt a Thinglink elnevezésű alkalmazásban gyűjtöttem össze, ahol igen jók voltak a színek is, ahol például a képekre ilyen színekként el lehet helyezni a weboldalaknak a linkjeit. Értékelő eszközök. Be kell, hogy valljam, én mindig az értékelő eszközökkel töltöm a legtöbb időt, mert nagyon fontos, hogy valahogy értékeljük a munkát. Amikor ilyen óriási méretű dologba vesz részt az ember, és valóban érzi a közösség szellemét, és hogy annyira jó velük lenni, és együtt alkotni valamit, olyan nehéz utána egy jegybe zsúfolni azt az élményt, és szerintem nem is lehet sokszor, hiszen annyi minden történik, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy őszintén jelezzenek vissza. Név nélkül kérem, mert sokszor nem merik az őszintét leírni. Én viszont ebből tanulok, hogy nekik most ez tetszett, vagy nem tetszett. Minden nap egy kilépő cetlit kértem tőlük, egy dolgot kellett mondani, amit már tudtak, két kérdés, ami felmerült bennük, és három dolog, amit már megtanultak. Nagyon jó volt, hogy az, hogy a Twitter használata, ez például azonnal visszajött, hogy mindenki megtanulta. Milyen kérdések jöttek, ugye, hogy nem értem tisztán, mi a feladatom, és néha értetlenül álltam a köztes feladatoknál, de ez is érdekes volt, hogy visszajött.
mint kérdés, ami felmerült, illetve ez a lesz-e jövőre is ilyen, miért nem, ugye ez már nagyon jó volt. Nehéz volt nekik kilépni az iskolai keretekből, hiszen nem nagyon mondhatom azt, hogy volt nekik korábban tapasztalatuk ebben. Nem is értették, hogy akkor most miért nem csöngőtől csöngőig tanulunk, hanem feladattól feladatig, de úgy mondanom, hogy aki úgy állt hozzá és komolyan vette, az egész évben ezt emlegeti, és már addig várjuk az idejét, mert valóban egy olyan összetartó élmény, ami szerintem tényleg nem csak a diákokat, hanem a tanárokat, és a tanárokat, és a diákokat is összehozza, hiszen valóban kilépünk ugye ebből a frontális oktatásból, és tényleg a mentoraikká válunk, akik csak egyengetik az útjukat. Ez volt az egyik értékelőeszközöm, a másik pedig, mint már említettem, egy szakmai zsűri előtt kellett bemutatót tartaniuk, és a zsűritől kaptak visszajelzéseket. Ezeket a visszajelzéseket az itt látható visszajelzést rendszerező táblázatba, elnézést kérek a szörnyű fordításért, nem találtam rá jobbat az eredetire. Itt kellett rendszerezni. Köszönöm szépen, Kati, a visszajelzést. Tehát ez amilyen visszajelzését, ahogy érezték a bemutatót, ezt kellett ide összegyűjteni. Például a pluszhoz kellett, milyen pozitív visszajelzéseket kaptak. Például, hogy jó volt az előadás, csapat is jól összeszokott. Szorgalmasak, túlságosan udvariasak voltunk. Háromszögbe, ugye nagyon vigyázunk, nem negatív dolog, hanem építő kritika. Például, hogy ugye unalmas volt a sok szöveg, nem voltunk elég emlékezetesek. Ugye milyen óriási skill lesz, hogy képesek legyenek magukat így látni és értékelni a munkát. Aztán megkérdeztük felmerülő kérdések, például mit tesz hatékonyá, hogy lehet megnyerni és elvarázsolni a közönséget. Tehát, hogy megjelent bennük ez az igény, ugye, hogy a saját munkát akkor még jobbak legyünk, és hogy mondjuk akkor jövőre, vagy a valós életben, hogy lehetünk majd ennél is ügyesebbek. És milyen ötleteim támadtak a visszajelzések hatására, ez volt a negyedik pont, és itt például 10-ből legalább 5 azt mondta, hogy legyenek még hasonló projektek. Nagyon fontos, választható témákkal, hiszen ugye, mint már az elején beszéltük, ez akkor igazán működik, hogyha a gyerekeket kérdezzük meg, gyerekeknek mondom őket, de hát én 18 éven fölüljek, de hát abszolút még akár általános iskolásokban is, hiszen valóban egy valós életből vett problémával, ami őket érdekli, hiszen akkor tudnak ennyire bele menni, és valóban magukévá tenni azt a feladatot, hogyha érzik a kötődést az életük és a probléma között, és itt abszolút úgy gondolom, hogy megvolt, hiszen a szakmájukkal kapcsolatos feladatot kellett ellátni. Ugye a szakmájukkal kapcsolatos témát úgy elemeztek, hogy közben olyan feladatokat oldottak meg, és olyan végső produktumokat készítettek, ami pedig a valós életre, a szakmára fogja őket felkészíteni. Kigyűjtöttem nektek egy pár visszajelzést a diákoktól. Mikor lesz megint ilyen, ez abszolút mindig megkérdezték. Nagyon tetszett ez a visszajelzés, hogy szembesültem, hogy a csapatmunka nagyon fontos, mert úgy vettem észre, hogy a megszabott idő a feladatok igényes elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a csapat minden tagja folyamatosan dolgozzon. Hiszen ugye valljuk be, sokszor van az, hogy ugye csoportmunkában van, aki nem igazán szerető, úgy van vele, mert valaki úgy is megcsinálja helyette. Ezért volt nagyon fontos, mint már említettem, hogy ki kell adni a szerepeket, mindenki vegye ki részt a saját tudása szerint a munkával. És ugye itt nagyon fontos a differenciálás is, hiszen mondhatjuk azt, hogy akkor aki amihez ért, azzal fog foglalkozni, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan sikerélményük legyen, hogy valóban, tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy szakmailag fejlődnek, hanem óriási személyiségfejlesztésről is van szó. Szintén visszajelzés volt, hogy jó munkához jó csapat kell, és idő, ugye nagyon érdekes, és hogy miért csak 3 napig tartott, ugye, ez szintén megjelent a visszajelzésekben. Mint már említettem nektek, az e-twinninges partneriskoláinkat is sikerült bevonni, egyrészt a Twitter csetbe, másrészt ugye, hogy a Patrick News-on keresztül követték a munkánkat. Kiemeltem nektek azt, hogy amik ugye előjöttek, ugye ez egy újabb kollaborációs lehetőség, és ezt egyébként az idei tanévben még jobban szeretnénk kihasználni. Elmondhatjuk, és nem csak a partneriskoláink, hogy valóban gazdagabbak lettünk egy élménnyel,
Ugye valójában egy olyan témáról volt szó, ami félelmekről volt szó, hiszen ugye tévhitekről gondolkoztunk együtt, és nagyon érdekes volt a digitális szokásainkat is, ugye, hiszen, mint már mondtam, például a Twitter csat alatt megkérdeztük őket is a szokásokról. Az olaszok visszajelzésébe jött, hogy ők a telefonon csatlakoztak a Twitteren, és hogy például az ő iskolájukban is vitatott kérdés a mobiltelefon használata, de hogy ez egy mennyire jó példa volt az, hogy egy közösségi oldalas applikáción keresztül tudtunk érdemi témákban beszélgetni, és ez nagyon jó érzés volt, hogy valóban azt érezték, hogy itt tettünk valamit közösen. Egy kis kezdcsináló, itt a közös, csináltunk egy végső összefoglaló videót, ezt most nem küldöm el nektek, vagy nem osztom meg megint, mert nem tudom, hogy mennyire látszódna, viszont még egyszer elküldöm nektek azt a linket, ahol mind a három híradó megtekinthető az összefoglaló videóval együtt. Az idei évben például az újabb osztályokat vonunk be, olyanokat, akik soha nem csináltak meg ilyet, és például ezt a videót vetítjük le, ami érdekes, mert mi, akik részt vettünk benne tavaly is, nézzük, és boldogság van bennünk, mert tudjuk, hogy ez jaj, de jó volt, és már alig várjuk a következőt. Ők még nem értik igazán, hogy mit jelent az, hogy projektbe dolgozni, és ugye ott leszoktak ragadni, hogy akkor mi lesz a tanórákkal, de szeretném azt hinni, hogy idén is ez valóban működni fog, és hogy minden valóban, ahogy Attila szokta mondani, az a jó, hogy az lenne jó, nem is lenne digitális téma itt, hanem mindig így tanítanánk, és valóban én egész évben ezt várom leginkább, és utána meg a következőt. A idei terveink, itt láthatjátok, bár na, elindult most már az összes GIF, tehát hogy itt most minden GIF készítési skillemet bevetettem nektek, hiszen az elsőt, ha megnézitek, de leírom nektek a chatbe is, erről már volt szó, az GIF-ivel készült. Nagyon egyszerűen készítettem tagulba egy szófelhőt, és azt abból csináltam GIF-et. Itt igyekeztem úgy összeszedni a szavakat, hogy ez kicsit sugallja azt, hogy az idei évben még jobban a cégek világával fogunk foglalkozni, és lesz benne minden a HR-től kezdve a webig Android fejlesztésig. A középső animáció, hogyha már ugye szakmailag is vitassuk meg, az a Photofunny-ával készült, és a plakát egyébként meg a Canva-val. Az idei évre egy kicsit hosszabb projekttel, 4 napossal készülünk, és több évfolyamot szeretnénk bevonni. Hoztam még nektek egy pár tippet, hogy megvárom még azt a kérdést, amit valaki ír, hogy mégis mit lehet még csinálni projektben, és itt, de már eltűnt a kérdés, és itt 2 idei projektemből szeretnék, hogy lehet ezt a képet gifesíteni. Ezt a képet úgy lehet gifesíteni, hogy KK-t szeretném megkérdezni, hogy melyik képre gondol. A szófelhőre, hogy azt hogyan lehet gifesíteni? Oké. Okay. Elkészíted ugye a szófelhőt valamilyen applikációban, és a GIF-i elnevezési oldalra felteszed. Itt láthatjátok ugye azt, hogy a kéz dobja bele a pénzt a malacba, az maga ugye a GIF, és akkor feltöltöd a GIF-ire, ott hozzáadhatsz még egyéb szavakat, amik megjelennek, például a hashtages szavakat, azt már a GIF-ben adtam hozzá, és maga ez az egész effekt, hogy ugye úgy tűnik, mintha egy ilyen rosszul működő tévé lenne, ez a GIF-vel. Köszönjük szépen Katitól még egyszer a linket. Nagyon egyszerű, és a diákok is létre tudják hozni, mindenféle effektet tud, például mondjuk szivárvány színben pompázzanak a feliratok, és hasonlókat, vagy lehet hozzáadni például ilyen pici ikonokat, animációkat. A keretben láthatót is elmondom, tehát látjátok a nagy plakátot, az a Canva-val készült, azt már meséltem nektek, és a Photofunny-a elnevezésű oldalra, azt hiszem, a szófelhős program pedig a Tagul volt, ami most már, azt hiszem, megváltozott a neve, és Urban néven. Köszönöm Katidól a Photofunny-ának, tehát elkészítettem a plakátot, és ha fellátogattok a Photofunny-ának az oldalára, ott
mindenféle képet lehet, hát vagy az van, hogy képeket alakítasz gifé, mint például itt ugye emlékeztek, az idei évben volt ez a nagyon nagy szenzáció, hogy ledarált egy aukciós ház árverésén ugye egy nagyon szép képet, félig egy kép, amire bele volt építve, és vagy gifeket hoztok létre, vagy például feliratokat tudtok, ajánlom a Fotofania oldalát, még egyszer beírom, hát hogyha eltűnt már a sok írásban azóta, és szintén nem igényel regisztrációt, és utána vagy gifként, ugye, vagy képként tudod letölteni. Nagyon jó ilyen reklámoknak a készítésére, vagy például, hogyha ki akarjátok írni, hogy mikor az van az őszi szünet, vagy tavaszi szünet, az is nagyon jó, és utána képként ki tudjátok tenni, hiszen ugye sokkal előbb elolvassák a diákok, ha képként van írva, mint hogyha a hosszú szövegként. Tehát még nagyon jól állunk időben, magamhoz képest nem is beszéltem annyira sokat, úgyhogy még szeretnék nektek két ötletet mondani az idei tanévről. Két projektemből vettem ki, hogyha esetleg nem kaptatok még elég inspirációt, már az volt az előadásomnak a célja, hogy olyan eszközöket mutassak, amit külön-külön eszközökként is használhatok, nem csak a digitális témahét során, hanem akár tényleg holnap beviszitek az osztályterembe, hiszen nem igényelnek különösebb előkészületet, illetve hogy a témahétbe be tudjátok építeni. Ezért hoztam nektek még kettő darab projektemből, és nagyon örülök, hogy Lőrinc Kati kolléganőm is itt van, hiszen vele készítjük a Europeana in the Classroom-os projektben festmények új köntösben. Köszönöm szépen, Kata, zseniálisak a diákjaim, akik ezt elkészítették, ők 9-esek. Ők nem ezt az eszközt használták, amit ide linkeltem nektek, hanem ők, mivel informatikusok, ők tanulnak Photoshopot, és ők abba csinálták. A lényeg az volt, hogy a Europeana, de beírom nektek a nevét, a Europeana online galériából kellett egy olyan képet keresnünk, amit rekreálnak. Nagyon fontos, hogy itt is megint bejön a Creative Commons, ugye? Hogy olyan képet keressenek, amit lehet módosítani, újra felhasználni, stb. És ha nem, tényleg nem ennyire benne vannak az informatikába, tehát nem értenek ilyen szinten a Photoshophoz, akkor egy Van Gogh selfie-vel valóban így lehet rekreálni. A mi projektünkben ez úgy történt, hogy mi nem rekreáltuk, hanem refake-eltük, azaz hát mi úgy mondtuk, hogy újra új köntösbe tettük ezeket a képeket egy pici modern csavarral, például itt láthatjátok, és utána ezekhez készítettek egyébként applikációkat. Nagyon jó, óriási mértékben fejleszti a kreativitást, és nagyon nagy kihívás a diákoknak. Például ez a srác, imádom, ahogy elmondta a visszajelzés, hogy a legnagyobb kihívás az volt, hogy a kutya megfelelően álljon a képen, és valóban az egész család benne volt abban, hogy készítették ezt a képet. Utána például, és itt, hogyha a QR kódot beszkennelitek, az enyém egy programot írtak hozzá Androidra, de akár lehet az, hogy quiz kérdéseket készítenek, és akkor már elmondhatjuk, ugye, hogy elmondhatjuk azt, hogy az irodalmat és a művészetet is bevonják. Igen, Kati emlékeztet, hiszen tudom, hogy Katinak ez a kedvenc képe, hogy ma a papok is laptopból prédikálnak, és azért mondta, vette ez a srác, hogy kicserélte a Szent Jeromnak a kezéből a könyvet egy laptopra, és hogy a másik kezében egy mobil van. Tehát, hogy például ez is egy nagyon jó ötlet lehet. Itt abszolút ugye össze lehet kötni a művészetet az informatikával, az irodalommal, és tényleg a Europeana egy olyan alapot szolgálhat, hogy valóban tudtok ott talán keresni művészeti tárgyaktól kezdve nagyon sok minden hasznos dolgot. Jó, tehát ez az egyik amit ötletként még szerettem volna mutatni. A másik pedig egy e-twinning projektünkből jön. Megvárom még a kérdést, hát hogyha az előzőhöz kapcsolódik. Alsósoknak valami. Én úgy gondolom, hogy alsósoknak, én alsósokkal is készítettem projektet, nagyon jól működnek a szófelhőkészítők. Ők is készítettek például képregényeket, azt is használtuk náluk. A fiamnak az osztályával csináltunk 2 éve digitális témahetet, illetve ami náluk nagyon bejött,
A képregényeket ugyanezekbe az alkalmazásokba, amiket is én is elmondtam. Tehát például ami nagyon bejött nekik, hogy a Scratch-nek a junioriában kellett egy adott témában programozniuk, és azt iszonyatosan szerették. Úgy gondolom, hogy ők sokkal jobban értenek az informatikához, mint mi gondoljuk, és nagyon sokkal hamarabb ezt elsajátítják. Ami érdekes, talán elnézést visszalépek addig, mert hogy addig nem mondom el. Ami talán érdekesebb, ugye, és annyiban hasznosabb, hogy az alsósoknál nagyon jól meg lehet tanítani ezt az online kollaborációt. Az enyémeknél, aki még nem használta online például mondjuk egy megosztott Google dokumentumot, az ugye nagy probléma lehet, hogy akkor most nem töröljük ki a másikat, nem írjuk ki. Ez tök jó, hogyha ezt elkezdjük már alsóban, és valóban látják a diákok, hogy ezt így is lehet. Tehát én azt mondom, hogy valóban szófelhő, Scratch Junior, bármilyen, ami online kollaborációhoz jó, akár például a Linóba is lehet úgy posztolni, és igen, a képregény készítő nevét elmondom, az egyik volt a Pixton, a másiknak a nevét, elnézést, az Storyboard, azt hiszem, az volt. De köszönöm, Kata már ki is segített. Szeretném még tippet mondani, itt tudom, hogy van egy pár nyelvtanár kolléga köztünk. Az idei eltvinninges projektünkből szeretnék nektek mutatni példát. Én most nagyon belevetettem magam ebbe a digitális írástudásra és az álhírekbe, minden, ami áll, és hogy hogyan az online átverések mögött mik állnak. Egyébként az előzőn látott képet is azzal egészítettük ki, hogy megcsináltuk ezt az online képet, és egy álhírt kellett írni hozzá. Az idei eltvinninges projektünkben szintén ez van. Például itt láthatjátok, csináltunk egy álhír újságot karácsonyra. Ez is nagyon jó, hiszen ugye nagyon aktuális dolog ez, hogy valóban milyen olyan szavakat kell belerakni egy cikkbe, hogy az ember egyből igaznak higgye, és hogy ilyen clickbait, ugye ilyen clickvadász, hatásvadász legyen. Itt is hoztam nektek egy eszközt, ez a Fake News Generator, ezzel lehet a legegyszerűbben. Itt, amit láttok, mi egy nagyon egyszerű Google dokumentumba hoztuk létre, és utána ide begépelem nektek az AnyFlip elnevezésű eszközzel egy fantasztikus flipbookot készítettünk belőle, amit mindenki el tud olvasni. Iszonyatosan élvezték, hogy álhíreket kellett gyártani. Még ezt mondom, ez karácsonyról volt szó. Például ilyen álhírek születtek, hogy a Mikulás felmondott a Coca-Cola-nál, és idén már Pepsi-nél fog dolgozni. Onnantól kezdve, hogy a rénszarvasok most már sztrájkolnak, tehát hogy nagyon jó volt. És itt szintén itt nyelvtanárokra gondolva az álbeszélgetések van, ez az iFake Text Message nevű alkalmazás. Itt például úgy tűnik, mintha iOS-es operációs rendszerre beszélgetéseket hoznánk létre. Én ezt úgy használtam ebben az eltvinninges projektemben, hogy megmondtam nekik, hogy ugyanarról a témáról kellett más emberrel beszélgetni. Tehát, hogyha ugyanazt kérem, akkor hogy viselkedek a főnökömmel, hogy kérem azt anyukámtól, a munkatársamtól, a barátomtól, és ami még a szuper ebbe az egész, nagyon egyszerű weboldalról van szó, az, hogy be lehet állítani még azt is, hogy hány órakor írok, mennyire van lemerülve a telefonom, milyen hálózatot használok, és ez, illetve az, hogy ugye milyen hosszú a beszélgetés, hiszen ugye meg tudjuk adni, hogy én mit írok, és mit válaszol rá a másik ember. Ez például nagyon vicces volt, hogyha mondjuk anyunak írok, az a legrövidebb, ugye, és neki hajnalba is írhatok, de a főnöknek azért olyan este 6-7 után már nem illik írni egy üzenetet. Tehát ilyen szociális készségek fejlesztésétől kezdve nagyon sok mindenre használható, és még annyi időm van, hogy ezt az egyet azért meg szeretném mutatni, mert amennyire egyszerű, annyira tényleg szuper, remélem láttok, gyorsan még kifutunk az időből, tehát ennyi az egész oldal, itt kiválasztod, hogy ki az, akinek írsz, mit, ugye az, hogy akár három
szín közül is választhatsz, hogy ki az, aki kivel beszélget. Itt állíthatod be tényleg az, hogy hány százalékban van a battery, milyen erős a jel, ugye, ahonnan írsz, hiszen ugye az sem mindegy, ha tegyük fel, elnézést, hogy látom, hogy valaki ír, ráérünk, jó, köszönöm. Tehát ezt szerettem volna még mondani, megmutatni. Tehát be tudjátok még azt is állítani, hogy mennyire erős a jel, hiszen ugye nem mindegy, hogyha év vészhelyzetben vagyunk valahol, akkor hogy fogjuk ezt beállítani, milyen networkön vagyunk, most ugye repülőgépes üzemmódban vagyunk, vagy nem. Tehát iszonyatosan valós életből vett, a diákoknak abszolút az életével foglalkozik, nem, hiszen állandóan a telefonon lógnak, de hogyha már a telefonon lógunk, akkor ugye fejleszünk valami készsége. Még egyszer mondom, hogy én így csináltam, hogy ugyanazt a kérést, az hogyan tálalnád főnökön, hogyan nézne ki egy beszélgetés, ugye? És ez például nyelvtanároknál, de akár mondjuk egy osztályfőnök jól is iszonyatosan hasznos, és tanulságos, valljuk be, hogy tényleg ezt kell mondanom, hogy az anyukával folytatott beszélgetés volt a legrövidebb. A kérdésekre válaszolva még a kettő dolgot megmutatnék, tehát a fotofania volt az, amivel én a darálós képet készítettem. Még egyszer mondom, ez egyáltalán nem igényel regisztrációt. Ugye megvan, ugye, ahol látod, hogy csak szöveg van, ott értelemszerűen csak szöveget tudsz majd beleírni. Begépeled, hogy mit szeretnél. Vigyázni kell, mert ha nagyon ékezetes magyar szövegeket akarsz, akkor nem biztos, hogy mindegyik működni fog. Például ugye itt ezt már igazából el is készült. Jó? Tehát ennyi az egész, és hogy lemented, tehát tényleg nem igényel regisztrációt. És akkor ugye a Wi-Fi volt még, ami úgy tűnik, hogy ezen a gépen nem nyitottam. Tehát itt azt mondjuk, hogy készíteni szeretnék egy gépet, egy fotót, például akkor maradjunk már a Bélának a fotójánál, remélem nem túl nagy, fel is töltöttem, és akkor ide is ugye olyan szöveget töltök fel, olyan effekttel, amit csak szeretnék, azt oda teszem, ahova akarom, és ugye, ami nagyon fontos, maga az, hogy az egésznek legyen valami hatása, például, hú, hát ez nagyon ijesztő lett, de itt tudjátok, ez volt, azt hiszem, nem ez volt az enyém ez a glitches volt, tehát így tudjátok egy picit, és akkor igazából már kész is van a gifetek, egy picit egy képet már fel is tudtatok dobni. A stickerzeknél még egyéb nagyon vicces dolgot be tudtok rakni, keresni is lehet, tehát ez abszolút egyszerű, például ugye itt ezt a szívecskét ide most így behúzzuk, és akkor ez most már itt fog. Tehát, hogy valóban lehet ez akár a diákok által készített produktum is, de mondom, én nagyon szeretem ezeket használni, hogyha reklámozom mondjuk kódolás hetét, a téma hetet, vagy bármilyen más eseményt, hiszen sokkal hamarabb kattintanak rá, nézik meg, és valóban olvassák el, mint hogyha egy nagyon, nagyon hosszú szöveget hoznánk létre. Akkor megállítom most, és visszatérek a prezentációmhoz, ami már a legeslegvégén jár. Tehát ugye ez volt a még a gyakorlati tipp, amit szerettem volna nektek mutatni, hogy akár egy újság, de tovább gondolva egy álhír újság is egy abszolút jó produktum lehet. Nem csak a témahét, hanem bármilyen projekt, vagy akár témakörnek a végén. Én ennyit szerettem volna mondani a mai napon, és most nagyon nagy szeretettel várom a kérdéseket, és nagyon szeretnék válaszolni, ha valakinek tudok esetleg segíteni. Köszönöm, hogy ennyien itt voltatok egyébként, és így este 7 órakor. Remélem egy picit sikerült átadni a témahétnek a szellemiségét. Kati hallgatná minden héten. Örülök neki, köszönöm szépen. Én mindig így szeretnék tanítani. Álhír újságot? Igen. Tehát az álhír újságot Viktóriának mondom, tehát, hogy köszönöm szépen Ágitól, nagyon sokat tanult, örülök, hogy itt voltatok. Tehát Viktóriának mondom, tehát megcsináltuk, közben már Kati válaszolt is, tehát az Anyflip-tel fűztük össze, az Anyflip-be PDF-eket tudsz feltölteni, tehát előtte keresni kell
egy olyan kollaborációs eszköz van nálunk, egy egyszerű Google dokumentum volt, abba elkészítettük, lementettük PDF-ként, Anyflip-be feldöntöttük, és ugye még olyan hangeffektet is ad, hogy lapozunk, és ez abszolút dizájnos. Be lehet állítani, mondjuk, hogy kemény borítós legyen, iszonyatosan izgalmas, és ugye óriási személyiségfejlesztő hatása van a gyerekekre, hiszen látják, hogy elkészült a produktum, tehát hogy ajánlom, hogy használjátok, tényleg nagyon jó. Szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Biztatlak titeket, hogy a téma héten is hát nagyon köszönöm, Bea, örülök, aranyos vagy, nagyon aranyos vagy, hogy itt voltál most is. Első után másodjára is meghallgattál, ez már pozitív. Keressetek nyugodtan, ha van bármi kérdésetek, és tényleg nagyon szívesen segítek, és remélem sikerült valami inspirációt. Nagyon szuper, örülök, Hajni. Igen, a lendület az mindig megvan, igen. Hát, miért nincs minden héten? Köszönöm szépen, aranyosak vagytok nagyon. Hát... Köszönjük Évának ezt az érdekes, hasznos előadást. Rengeteg alkalmazás, amit röviden így sikerült is bemutatni, és gondolom ez mindenkinek egy kis gondolatébresztő volt, úgyhogy tényleg egy módszerekben, ötletekben gazdag bemutatót láthattunk, és én úgy gondolom, hogy ebben mindenki tud magának vinni egy kicsit a digitális téma hétre. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. A dth@dpmk.hu címen mi is várjuk a kérdéseket, ha bármiben tudunk segíteni, akkor rendelkezésre állunk. Tehát várunk mindenkit a jövő heti webináriumokra is. Úgyhogy köszönjük szépen, és szép estét! Sziasztok, köszönjük szépen!